Nagyon kemény heten vagyunk túl, sokat futottunk, voltak labdás edzéseink is, minden nap kettőt edzettünk. Hát azt kérte a mester, hogy mivel fáradtabbak vagyunk, egyszerűsítsük le a játékot, és minél gyorsabban próbáljunk játszani, és hogy a visszatámadásokra figyeljünk oda a labdavesztés után. Úgy érzem, hogy többé-kevésbé megvalósult, vannak hiányosságok, de hát még nagyon az elején tartunk, úgyhogy lesz időnk a bajnokságig mindent jól megcsinálni, hogy a mester kéri. Két hét közös felkészülés után két edzőmeccsel a háta mögött, hol áll most a Vasas? Hát ott, ahol ebben a stádiumban lenni kell. Én úgy gondolom, hogy egy elég kemény hét van a srácok mögött. Ahhoz képest láttam biztató dolgokat, pozitív dolgokat, de ugye a mérkőzés az 90 percből áll. Az első percekben még friss az ember, utána a fáradtság kezd mindig uralkodni, ahogy megy előre az idő. Nekünk akkor kell mindig pontosan és precízen játszani, amikor már fáradtabb állapotban vagyunk, mert akkor tudunk az ellenfeleink fölé kerülni, úgy tudjuk őket felőrölni, hogyha a pontos passzokkal, szélen vezetett támadásokkal, átlövésekkel próbálunk operálni. Ezeket próbáltuk ma is gyakorolni, kisebb-nagyobb sikerrel. Ugyan volt átlövés gólunk, de természetesen az a hiányérzet, ami nekem egy éve megvan, az a mai mérkőzésen is kiütközött, de hát előttünk van a felkészülés, hogy ki fogjuk javítani ezeket a kis dolgokat. Azok a játékosok, akikkel szerettünk volna megállapodni, tudomásom szerint megtörtént, ők hétfőn be is kapcsolódnak a munkába, onnantól kezdve pedig hát rajtuk áll, hogy be tudják-e verekedni magukat a csapatba. Kőkemény hét vár ránk a jövő héten is, szintén egy edzőmérkőzéssel, az lesz az zárása a hétnek, utána edzőtáborra vonulunk, ahol már inkább ugye három mérkőzés lesz, azon lesz a hangsúly, de természetesen a differenciált játékidő az meg lesz. Aztán amikor visszajöttünk, onnantól kezdve már az a vász kell, hogy játszon, akik neki fognak menni a Gyirmótnak február 21-én. Erre készülünk, és úgy gondolom, hogy a mai mérkőzés is azt mutatta, hogy valamilyen szinten jó úton járunk, de mindig van mit javítani. Február közepéig 20-áig, de most pontosan nem tudom, tart a magyar átigazolás. Nyilván mi nem is szeretnénk addig várni, szeretnénk minél hamarabb összeállni a keret. Azt gondolom, hogy ezügyben jó úton járunk, mire 24-én a csapat elutazik Lipótra, addig szeretnénk, ha a keret teljesen vagy 98%-ban összeállna. És akkor sikerült olyan játékosokkal megállapodni, akik valódi erősítést jelentenek számunkra? Múlt időben még nem tudom mondani. Egyedül a debreceni Andris, aki ma 2,5 évet szerződést kötött a Vasas Futball Kft-vel. Jó úton járunk a Kenesei Krisztián szerződtetésével. A Hangya Szilveszter úgy tűnik meggyőzött bennünket, és szeretnénk őt kölcsönvenni az MTK-tól. A Cvitkovics Peti nem zárkózik el attól, hogy nálunk folytassa, szerintem jövő hét közepéig ő is eldőlhet, és a Völgyi Dani, bár nagyon szerettük volna, meg szeretnénk, úgy tűnik, hogy mégsem igazol hozzánk. A feljutás a cél, azt gondolom, hogy eddig sem volt gyenge a keret, első helyen vagyunk, most erősítjük a keretet, ebből fakadóan most más dolgunk nincs, mint megtartani ezt a helyet, esetleg egyet visszacsúszni, és akkor mindenki boldog lesz, de természetesen
félretéve egy kicsit a viccet. Ez egy jó névsor, nyilván egy 5-6 évvel ezelőtt még jobb névsor lett volna. Tudjuk, hogy ezek között a fiúk között van keveset játszó, van sérülésből felépülő, van idősebb játékos, de azt gondolom, hogy most per pillanat a céljainkkal kell foglalkozni, és én úgy gondolom, hogy ezek a fiúk a céljaink elérésében segíthetnek.